Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi kedves meghívott vendégünket, köszöntöm a televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy 9 képviselő megjelent a mai testületülésen, távolmaradását bejelentette Andrássy András és Kozma Dániel képviselő urak. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület! Indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 15-től 34-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszönteni szeretnénk Vajó Sándor címzetes tűzoltó őrnagy urat, a Jászló-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség kiemelt főelőadóját, akinek Karcagváros közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként a Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozott. A díj átadására a megyei tűzoltó napi ünnepségen került sor. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, munkájához további erőt, egészséget, kitartást kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és egy ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a rendőrség napja alkalmából április 24-én dr. Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök helyettes úr, Bakóné Tóth Éva rendőrőrnagyot, a karcagi rendőrkapitányság kiemelt fővizsgálóját kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül közlekedésrendészet kategóriában az év rendőre miniszteri díjban részesítette. Rangos elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további jó munkát, kitartást és erőt, egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és a virágot átvenni. Ja, tisztelt képviselőtestület, szintén a rendőrség napja alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök helyettes úr Szent György érdemjelet adományozott Labanc Mihály rendőr főtörzszászlósnak, a karcagi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály, körzeti megbízotti alosztály, szabálysértési előkészítő csoport csoportparancsnokának. A méltó elismerés ehhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további munkájához jó erőt és egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, az április 22-én megtartott megyei ünnepi állománygyűlésen dr. Rádi Norbert rendőr ezredes megyei rendőrfőkapitány úr soron kívül előléptette rendőr zászlósá Juhász Gabriella rendőrfőtörzsőrmester,
a karcagi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály körzeti megbízottját. Az elismeréshez szívből gratulálunk az önkormányzat nevébe, további eredményes munkát, jó egészséget, kitartást kívánok. Tisztelt képviselőtestület, dr. Rádi Norbert rendőrfőkapitány úr a megyei ünnepi állománygyűlésen elismerésben részesítette Vajó Imre rendőrtörzszászlóst, a bűnügyi osztály nyomozóját és Labanc Attila rendőrfőtörzsőrmestert, a vizsgálati osztály vizsgálóját. A kiemelkedő teljesítményhez az önkormányzat nevében gratulálok és további jó erőt, egészséget, kitartást kívánok. Labanc Attila nem tud részt venni az ülésünkön. Felkérem Vajó Imre törzszászlós urat, hogy legyen szíves kifáradni és az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, az OTP Agrár Gálán Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a karcagi Agrosprint ZRT-t kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként nemzetközi kategóriában agráriumért OTP díjjal tüntette ki. A kitüntetéshez a karcagi városi önkormányzat nevében szívből gratulálok az Agrosprint ZRT igazgatóságának és munkatársainak, további munkájukhoz minden jót, jó egészséget kívánok. Felkérem Fülöp Gáborné tulajdonost, igazgatósági tagot, legyen szíves kifáradni és a virágot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, az idei évben a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai országos szakmai versenyeken vettek részt, ahol az ágazati és ágazaton belüli szakmai érettségi vizsga tárgyak verseny országos döntőjén Farkas Máté 12B osztályos tanuló második helyezést ért el. A mezőgazdasági gépésztechnikusi végzős évfolyamon az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjében Nagy Pál 5/13B osztályos tanuló 9. helyen végzett az iskola, igazoló oklevelet kapott a technikusi szóbeli vizsgafeladat alóli mentesítésről 100%-os teljesítménnyel és 5-ös érdemjeggyel. Továbbá részt vettek az Euroskills 2023 nemzeti válogató nehézgépszerelő versenyszámban, melyen Csala Dávid Károly 12. B és Szabó Sámuel Péter 5/13 B osztályos tanulók remekül szerepeltek. Felkészítőjük a gépész munkaközösség tagjai voltak. A kiváló eredményekhez a karcagvárosi önkormányzat nevében gratulálok a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak, további eredményeket kívánok. Felkérem a gépész munkaközösség képviselőit, Simon Gyula és Nagy Zsolt József felkészítő pedagógusokat, valamint a versenyeken részt vett tanulókat, hogy legyenek szívesek kifáradni és egy-egy ajándékot átvenni.
Tisztelt képviselőtestület, először is köszönöm szépen jegyző úrnak a közreműködést. Most pedig felkérem jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Április 29-én a Madarász Imre Egyesített Oboda Mesevarázs munkaközössége túl az Óperencián című interaktív mese délelőttjén az ifjúsági házban Sárikovács Szilvia alpolgármester vett részt. Szintén 29-én a Varró István Technikum Szakközép Iskola és Kollégium végzős tanulóinak ballagási ünnepségén Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselő képviselték az önkormányzatot. Még ezen a napon, 29-én tartotta ballagási ünnepségét a Karcagi Nagykun Református Gimnázium. Az ünnepségen Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők vettek részt. 30-án a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium ballagási ünnepségén Karcagi Nagy Zoltán és Pánti Ildikó önkormányzati képviselők vettek részt. Szintén 30-án este a Városháza előtti téren vehették át a fákat, azok az éjszakai májusfa állításhoz a hagyomány iránt érdeklődő karcagi fiatalok. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester is jelen volt. Május 1-én nagy érdeklődés mellett a Pusztairóka Nomád Hagyományőrző Egyesület szervezésében a Beretanyán került megrendezésre a Kun Hagyományok Napja. A Szélmalmi Fogadóházban a Karcagi Munkafőző Egyesület szervezésében Szélmalmi Majális volt. A rendezvényeken Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János alpolgármester, dr. Kanász Nagy László, Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők vettek részt. Másodikán került átadásra a kivitelező részére a Csemete kert 60 Malom út közötti területen fekvő zárt kerti útalap és vadkerítés készítésére nyert pályázat munkaterülete. A munkaterület átadáson Szepesi Tibor polgármester és Molnár Pál képviselők vettek részt. Harmadikán a Karcagi és térsége tehetség segítő tanács és a Madarász Imre Egyesített Óvoda Komázó című partneri hálózatot erősítő szakmai programján a Csokonai úti óvodában Sárikovács Szilvia alpolgármester képviselte az önkormányzatot. Szintén harmadikán a Szent Flórián napi megyei ünnepségen a Szolnoki Városházán Szepesi Tibor polgármester adta át Vajó Sándor tűzoltó őrnagy részére a Karcagváros közbiztonságáért díjat. 5-én a karcagi öreg diákok baráti körének tagjaival találkozott Szepesi Tibor polgármester a Városházán, ahol Bihari László, a baráti kör elnöke bemutatta tevékenységüket, Szepesi Tibor polgármester pedig beszámolt a városunkban zajló fejlesztésekről, beruházásokról. Az eseményen jelen volt Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő. 6-án a Jászkun Redemció emléknapján a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat által szervezett Jászkun emlékülésen Sárikovács Szilvia alpolgármester képviselte az önkormányzatot. Karcagon a redemciós emlékműnél Szepesi Tibor polgármester mondott emlékező beszédet, és Sárikovács Szilvia alpolgármesterrel helyezett el koszorút elődeink előtt tisztelegve. Az eseményen részt vettek Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselők. Szintén 6-án a Bérényi Kulturális Központ adott otthont a 22. Györfi Néptánc Gálának, amelyet Pánti Ildikó képviselő nyitott meg, rendezvényen Molnár Pál képviselő is részt vett. 7-én és 8-án került megrendezésre az Akácsliget fürdőben a 8. Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztivál, mely eseményt Szepesi Tibor polgármester nyitott meg. A rendezvényen részt vett Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. 9-én az Alföld Szíve Turisztikai Egyesület Édes Szívem desszert túra az Alföld szívében kreatív desszerteket bemutató sajtónyilvános eseményen Pánti Ildikó képviselő vett részt Tiszafüreden, a Mariska étteremben. 11-én a Madarász Imre Egyesített Óvoda Lépésről lépésre szakmai munkaközösségének Barangoló című rendezvényén a György István Nagykun Múzeumban Sárikovács Szilvia alpolgármester köszöntötte a program részvevőit. 12-én, 10. alkalommal Karcagról rajtolt el a Tour de Hongrie országúti kerékpáros verseny második szakasza. A verseny Szepesi Tibor polgármester indította el, az eseményen Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők voltak jelen.
14-én a Déryné Kulturális Központ adott otthont a Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági estjének. A jótékonysági esten Szepesi Tibor polgármester, Karcaginek Zoltán, Nagyén László Erzsébet önkormányzati képviselők vettek részt. 17-én a Cserszoni csatában 1779. május 11-én hősi halált halt karcagi születésű huszárezredesre Kovács Mihályra emlékeztünk. Az eseményen dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő mondott emlékező beszédet a Kovács kapunál, valamint a Kovács Mihály tagiskola előtti emlékünnepségen. Az emlékkapunál dr. Pintér Zoltán képviselővel koszorút helyezett el Pánti Ildikó képviselőasszony. Az iskola falán elhelyezett emléktáblánál Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Nagyné László Erzsébet és dr. Pintér Zoltán képviselő koszorúztak, részt vett Molnár Pál képviselő. 19-én a Györfi István Nagykun Múzeum adott otthont az illési nagykun kapitányok portrék és relikviák a 18-19. Századból című kiállításának. A megnyitón Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselte az önkormányzatot. Szintén 19-én a Szimovoda 40. jubileumi családi rendezvényén Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az óvoda dolgozóit, az óvodába járó gyermekeket és szüleiket. 20-án az Alföld Szíve Turisztikai Egyesület beszámoló közgyűlésén Pánti Ildikó képviselte az önkormányzatot. Szintén 20-án a Déryné Kulturális Központban került megrendezésre a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány kuratóriuma és szülői munkaközösség által szervezett jótékonysági pál, amelyen Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők vettek részt. 21-én a Múzeumpark adott otthont a Családi Napnak és az első veteránjármű kiállításnak, mely eseményt Szepesi Tibor polgármester nyitott meg. A rendezvényen részt vettek Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők. Szintén 21-én a Nagykun Bajtársi Egyesület szervezésében a Magyar Honvédelem napja alkalmából megemlékezés volt az Ifjúsági Ház falán elhelyezett emléktáblánál, ahol dr. Pintér Zoltán képviselő helyezett el koszorút az önkormányzat képviseletében. 24-én a Karcagi Tankerületi Központ Te is közén tartozó című projektjének záró konferenciáján Kisújszálláson Pánti Ildikó képviselő vett részt. Köszönöm szépen, jegyző úrnak, igazán tartalmas időszakon vagyunk túl, most is, ahogy a felsorolásból hallottuk. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy eltértem a szabadságolási tervtől, és a két ülés közötti időszakban 2022. május 16-án szabadságot vettem ki. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. A kérdések megválaszolására, a napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése napirend előtt. Ha nincs, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat Karcagváros Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezésre. A 2021. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzatunk, ahogy az anyagban is ez szerintem nagyon szépen le van írva, az előző évekhez hasonlóan a megszokott színvonalon biztosította a közfeladatok ellátását, fontos szerepet kapott a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, és amennyire már most itt tudjuk 2022 közepén az újabb pályázati lehetőségek kihasználása is, hiszen már kaptunk visszajelzéseket, ahogy ezt az előző testületi üléseken bejelentettük azokra a pályázatokra, amelyeket 2021-ben nyújtottunk be. Ennél fontosabb azonban az, hogy az előző évekhez hasonlóan a költségvetési rendeletben szerepeltek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek kötelező feladatai, a karcagi több célú kistérségi társalás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételek és kiadások, észszerű és takarékos gazdálkodása, amely mindezt tartalmazza a 2021. évi zárszámadás. A kötelező feladatok ellátása és finanszírozása zökkenőmentesen zajlott, annak ellenére is, hogy 2021-ben is bizony elég komoly járványhelyzetet, covidos helyzetet éltünk át,
Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt jegyző, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, televízió nézők. Az ügyrendi és jogi bizottság megtárgyalta a zárszámadásról szóló rendelettervezetet, és egyhangulag elfogadta, és a képviselőtestületre terjeszteni jó hagyta. Hogy spóroljak a szavakkal, a második napi rendi pont ugyanígy megszavazásra került. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk, javaslat Karcagváros Önkormányzat 2021. évi maradványának felhasználásáról szóló rendelet tervezetre. A 2021. évi gazdálkodás eredményeként az elmúlt évben önkormányzati szinten összesen 3.466.528.192 forint összegű maradvány képződött, mely teljes egészében az ellátott alaptevékenységből származik. Önkormányzatunk a 2021. évi feladattal kötött normatív és központosított állami támogatásokkal a jogszabály előírásoknak megfelelően a 2021. évi költségvetési beszámolóban elszámolt a Magyar Államkincstár irányába, és ahogy az anyag is tartalmazza, a táblázatból egyértelműen kiderül, a költségvetési szerveknél képződött költségvetési maradványból 610.150 forint összegben javasoljuk az elvonást. Vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, tisztelt televízió nézők, kedves jelenlévők. Az anyagot a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is megtárgyalta hétfői ülésén, és egyhangulag támogatta. A testületnek elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk, javaslat Karcagváros Önkormányzat képviselő testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2004-es önkormányzati rendelet módosítására. Változások történtek az önkormányzat bizottságaiban, a bizottságok összeállításában, amelyet mindenképpen szükséges a szervezeti és működési szabályzatban átvezetni, hiszen ez jogszabályi kötelességünk is. Ennek megfelelően került elkészítésre a tervezet mellékleteként, illetve a javaslat mellékleteként található szervezeti szabályzat. Szerintem milyen tartalmaz az anyag mindent. Függetlenül kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szó. Az ügyrendi és jogi bizottság ezt a napi rendi pontot is megtárgyalt, és egyhangulag elfogadta a módosításokat. Köszönöm szépen. Én is elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013-as önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselő testület, a címben jelzett önkormányzati rendelettel szabályozza a város közigazgatási területén az ingatlanok házszámozását, illetve a cím megállapítását, az ehhez alkalmazandó jogi aktusokat. Ennek megfelelően az elkülönülten megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlant, különösen tanyát, ezek esetében a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani. Az elmúlt időszakban egy tulajdonos kezdeményezte, hogy a tulajdonát képező külterületi tanyás ingatlant, amelynek helyrajzi száma 0356/2, ez kerüljön elnevezésre Borús Tanya néven. Vitára bocsájtom az anyagot, és hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor a határozatnak megfelelően javaslom, hogy Karcag külterület 0356/2
helyrajzi számú ingatlant, ezután Borústanya egyként kerüljön nyilvántartásunkba. Aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a 2021. évi ellenőrzési jelentésre. Tisztelt képviselőtestület, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési sztenderdek figyelembevételével a helyi önkormányzat belső ellenőrzés keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Aki végigolvasta, gondolom átrágta mindenki magát a különböző táblázatokon, leírásokon. Én azt gondolom, hogy egyértelműen kiderül belőle, hogy a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása, elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás, amely a belső ellenőrzés tárgya volt, az jól működik városunkban, illetve az intézményrendszerben. Vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt főgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Mint ahogyan az előző napirendi pontokban is ugye eredménnyel és értékkel zárta az önkormányzat a gazdasági évet, és ez nagy dolog, évek óta így van, amely sok-sok ember munkájának eredménye, sok-sok ember munkájának, együttes munkájának a végeredménye. És ebben az együttes munkában nagyszerűen benne vannak a belső ellenőrök. Mindössze ketten, akik háttérben, távol a világ zajától, jogszabályok bővületében végzik mindennapi tevékenységüket tervszerűen, éves tervezet alapján. És jól csinálják, és hozzásegítik az intézményeket ahhoz, hogy jól működjenek. Mert a rendszernek kapcsolódási pontjai vannak a nagy egészbe. Mi mihez kapcsolódik? Az intézmények, az intézményi fenntartású intézmények, szervezetek kapcsolódnak az önkormányzathoz, és a körkörösen megy a dolog tovább. És ebben ők benne vannak, és segítik felkészültségükkel, szakszerűségükkel az intézményeket, segítik, és a munkájuk ezáltal nem csak nekik, az intézményeknek, és ezáltal az önkormányzatnak is eredményes. Nevük sincs, mert csak A belső ellenőr, B belső ellenőr. Úgyhogy nem is tudjuk, hogy kettőjük közül A vagy B, de örülünk neki, hogy itt vannak, és a munkájukat úgy végzik, amely segítő és amely hozzájárul a nagy rendszer eredményes működéséhez. Köszönöm és köszönjük. Köszönjük szépen, képviselő asszony, méltató szavait, azt gondolom, hogy valóban köszönettel tartozunk A és B ellenőröknek. Mi azért tudjuk, hogy a betű mögött kisejlik aztán, hogy majd az A vagy a B melyikőjük, ezt majd eldöntik ketten, de azt gondolom, hogy mindenképpen köszönettel tartozunk munkájukért, és természetesen jegyző úrnak is, hiszen ő felügyeli a revizorok, az ellenőrök munkáját, valóban kiterjedt és sokrétű az ő munkájuk, és ahogy az intézmény vezetők fogalmaznak, jó magam is fogalmaztam még néhány évvel ezelőtt így, segítő szándékkal kell, hogy hozzáálljanak az intézmények munkájához, hiszen lehetnek apróbb hibák, de ezeket közösen kell megoldanunk ahhoz, hogy megfeleljünk minden jogszabályi előírásoknak, és azt gondolom, hogy ők erre is törekednek a munkájuk során, úgyhogy köszönjük szépen munkájukat. Visszatérve az anyagra, további kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra.
Hatodik napirendi pontunk javaslat az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre. A cím sokkal hosszabb, mint amit egyébként maga az anyag takar, hiszen beszámolási kötelezettsége van az intézményeknek. Az elmúlt időszakban a Városi Önkormányzat Városgondnokságának volt éves ellenőrzési jelentési kötelezettsége, amelynek az intézmény írásban eleget tett. Ez olvasható az anyagban. Vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Hetedik napirendi pontunk beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tisztelt képviselőtestület, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított úgynevezett GVT törvény bekezdései alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, illetve a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv, ez ugye képviselőtestületünk, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig kell, hogy átfogó értékelést készítsen. Erről szól az anyag, amely nagyon sokrétű és nagyon jól bemutatja azt a tevékenységet, amelyet ezzel kapcsolatban végeznek intézményeink. Ugye az ellátórendszert, a karcagi ellátórendszert három részre bonthatjuk. Hatósági feladatokat a polgármesteri hivatal igazgatási és szociális irodája látja el, illetve a karcagi többcélú kistérségi társulás szociális szolgáltató központja, illetve a karcagi többcélú kistérségi társulás gyermekek átmeneti otthona. Mind a három beszámolót tartalmazza az anyag. Vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Nagyné László Erzsébet képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek, tisztelt televízió nézők. Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a beszámolót, ami, ahogy ezt polgármester úr említette is, egy értékelés, melyet évente kell elkészíteni az ellátott tevékenységről, az múlt heti ülésén megtárgyalta, és azon túl, hogy egyhangulag támogatta a bizottság a képviselőtestület elé történő beterjesztését változatlan formában, azon túl egy pár dologra szeretném felhívni a figyelmet. Úgy, ahogy polgármester úr említette, a gyermeknevelési törvény GVT alapján a feladatokat három részre bontva látja el, láttatja el Karcagváros önkormányzat a Karcagon, de ezen belül is, ahogy az anyagban szerepel, a karcagi többcélú kistérségi társulás szociális szolgáltató központja mint járásszékhelyként és mint központ működteti a gyermekvédelmi központot és a gyermekvédelmi szolgálatot Karcagváros területén. Az anyagban nagyon jól láthatóan és szembetűnően leírásra kerültek, és egy pár számadatot nem akarok tévedni, ezért kérem, engedjék meg, hogy belenézzek. Mind a hivatal gyámügyi ügyintézője és szociális irodája által elkészített beszámolóban is szerepel, hogy Karcagváros összlakosság száma május 2021. január 1-én 19.648 fő volt, és ennek több mint 18%-a 17 év alatti gyermek. A 17 év alatti gyermekeken belül pedig 24%-a 14 év alatti gyermek. Hát ezeknek a gyerekeknek a folyamatos ellátásáról Karcagváros önkormányzata gondoskodik, úgy a bölcsődei, óvodai nevelés keretében, mint a gyámügyi feladatok ellátásában, vagy a családsegítő szociális szolgáltató központ feladat ellátásában. Szeretném kiemelni, hogy azon túl, hogy az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi támogatások folyósítását
a veszélyhelyzetre hivatkozással az elmúlt évben meghosszabbította. További ilyen támogatások kerültek megállapításra, és a rendkívüli támogatások is az elmúlt évben nem, mondjuk tüzelő esetében nem utalvány formájában, hanem pénzbeli ellátási formában kerültek folyósításra. A Szociális Szolgáltató Központ számadataiból, aki végig tudta nézni, gyönyörűen be van mutatva diagramokkal, az elmúlt években maga az iratanyag a 10 000 fölöttit meghaladta, és 2021-ben is meghaladta. Tehát függetlenül attól, hogy nyilván ők nem tudták úgymond online rendszerben végezni a feladataikat, a személyes részvétel a munkájukhoz szükséges volt, azon túl, hogy volt olyan feladat, amit el tudtak látni, lásd segíteni a házi orvosoknak, a gyermekeknek a ellátásában, vagy COVID-beteg ellátásban, azon túl a személyes feladatellátás mindenképpen nagyon fontos volt. A házi segítségnyújtás, az ajándékozások, az adományok összegyűjtése és kiosztása terén. Hát úgy gondolom, hogy ebből az anyagból ez nagyon jól látszik, hogy ezzel a kis létszámú csapattal, ezzel a 20 fős szakmai csapattal, amit ők biztosítanak Karcag városában, az elengedhetetlen, nagyon fontos, hivatástudatot tükröző és csak köszönetet érdemlő feladat. Szeretném még kiemelni azt is, hogy nyilván a COVID időszak miatt és a veszélyhelyzet miatt is sajnos az összetételben és a problémákban is jól látható, hogy 4 kategória az, ami a veszélyeztetettség főbb oka volt az elmúlt évben, és ebből egyrészt anyagi okok, másrészt a gyermekek elhanyagolásának az oka, ez volt a legjelentősebb. Ugyanakkor családi konfliktus és nevelési probléma. Nyilván a bizottsági ülésen ezt meg is beszéltük, hogy sajnos azzal, hogy a COVID miatt akár betegség, akár online üzemmódú működés, vagy munkahelyi feladatellátás miatt több családban otthon maradtak a szülők. Ez azért indukálta, ez is hozzájárult ahhoz, hogy több családban a konfliktus kialakuljon, de ahogy az anyagban látható az is, hogy a gyermekek elhanyagolásának azért nem csak olyan jellegű oka volt, amiről csak a szülő tehetett, hanem akár olyan oka is, mondjuk az iskolarendszerű oktatás személyes megjelenés hiánya miatt, hogy otthon nem, hogy laptop nem volt, hogy elérje a gyermek a feladatokat, a részére kiküldött feladatokat, hanem szék, asztal sem állt rendelkezésre. A családvédelmi szolgálat esetmenedzserei minden egyes esetben kimentek, több bejelentés érkezett ilyen tekintetben az intézmények részéről, és mind az intézményekkel, mind a hatóságokkal, legyen akár ez közüzemi cég is, segítették a rászorulókat. Volt olyan iskola, eltérő módon volt olyan iskola, aki lehetőség szerint még azt is biztosította, és így a családvédelmi szolgálaton keresztül, hogy a gyermek a könyvtárba vagy az iskolába bemenjen és tanuljon, és volt olyan, aki még papír alapon sem adta ki az anyagokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt az iskolák felé is kell jelezzük, és hát ahhoz, hogy mindenképpen további szakemberek és az utánpótlás biztosított legyen a Szociális Szolgáltató Központnál, és hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki a hivatal és a központ, illetve a szolgáltatók között, azt hiszem, hogy ez kiderül az anyagból és abból a rengeteg ellátókból, akiről Karcag város önkormányzata vagy így, vagy úgy, de a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik. A bizottság, mint mondottam, egyhangulag támogatta a beszámoló elfogadását, nagy köszönettel és tisztelettel adózva az ebben dolgozóknak, és érdemesnek tartja arra, hogy a képviselőtestület elfogadása után a gyámhatóság részére benyújtásra kerüljön. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás.
Tisztelt képviselőtestület, én is azt gondolom, hogy ez a beszámoló is jó alkalom arra, hogy a város figyelme azokra irányuljon, akik rászoruló embertársaik segítségét választották hivatásként. A szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal gondoskodtak az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről, segítették a szegényeket, a fogyatékkal élőket, a hajléktalanokat. Ők azok tehát, akik másokat gondoznak és másokról gondoskodnak. Nehéz hivatás, amely nem csak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést, ahogy a képviselőasszony is mondta. Engedjék meg, hogy Karcagváros önkormányzata a képviselőtestület nevében itt is megköszönjem azt a munkát, különös tekintettel az elmúlt időszakra, amely a pandémiával azért tudjuk, hogy ahogy hallottuk hozzászólásban is, nagyon megterhelte ezt az ágazatot is, hogy továbbra is áldozatosan végezték munkájukat, saját egészségüket is kockáztatva néha nap, mint nap. Én kérem a jelenlévő intézményvezetőket, irodavezetőasszonyt, jegyzőurat, tolmácsolják képviselőtestület köszönetét, elismerését és nagyra becsülését. Én sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok minden szociális területen dolgozó munkatársnak. Elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Köszönjük szépen. A nyolcadik napirendi pontunk javaslat az idősbarát önkormányzat pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselő testület, Jászlanykun Szolnok megye önkormányzata a megyei közgyűlés kitüntető címeinek adományozásáról szóló rendeletében kapott felhatalmazásával ebben az évben is pályázatot írt ki települési önkormányzatok kiemelkedő idősügyi tevékenységének elismerésére. Én azt gondolom, hogy azt a munkát, amelyet itt a képviselő testület, az önkormányzat, illetve az ezzel foglalkozó intézmények, civil szervezetek végeztek itt a városban, mindenképpen érdemes pályázni az idős barát önkormányzat cím elnyerésére. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, hogy beadásra kerüljön ez a pályázat. Ki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Ugyanez a pályázati metódus a következő napirendnél. Javaslat ifjúságbarát önkormányzat pályázaton való részvételre. A megyei önkormányzat kiírta az ifjúságbarát önkormányzati cím elnyerésére is a pályázatot. Én azt gondolom, hogy itt is érdemes beadni Karcagváros önkormányzatának a pályázatot, hiszen nagyon sokat próbáljuk támogatni az ifjúságbarát önkormányzat cím kiírásában szereplő célok megvalósulását a városban. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tizedik napirendi pontunk javaslat Jászlanykun Szolnok megye turisztikai értéke pályázaton való részvételre. A megyei önkormányzat az előbbi kiírásokhoz hasonlóan a Jászlanykun Szolnok megye turisztikai értékére is pályázati kiírást jelentetett meg. Én azt gondolom, hogy célszerű a város legnagyobb rendezvényét, mint turisztikai, megyei turisztikai értéket ezen a pályázaton megméretni. Volt már erre példa, és meg is kaptuk néhány évvel, évtizeddel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy célszerű újra megpályázni a megye turisztikai értékét, mégpedig a Karcagi Birkafőző Fesztivál rendezvény megvalósulásával, hiszen hosszú évek, évtizedek óta kerül megrendezésre a Birkafőző Fesztivál, úgyhogy ezt nyújtanánk be, Jászlanykun Szolnok megye turisztikai értékeként. Kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki egyetért, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 11. napirendi pontunk javaslat a Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Petőfi busz mozgó kiállítás bemutatásán
való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim, uraim, az országgyűlés a 2022-23-as évet Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította. A Petőfi Irodalmi Múzeum az emlékévben útjára indít egy mozgó kiállítást Petőfi busz címmel, amelyre a települések önkormányzatai nevezhetnek, és kérhetik ennek a busznak a karcagra településünkre jövetelét, és ezzel egy lehetőséget bemutatni a buszon lévő kiállítást. Volt már ehhez hasonló, gondolom emlékeznek rá képviselőtestület, illetve a jelenlévő tagok is, a televízió nézők is, hiszen az aranybusz volt itt az arany emlékév kapcsán, itt a Városháza hátsó parkolójában. Gondolom egy ehhez hasonló kiállítás megvalósulására van lehetőség ezzel a pályázattal is. Én mindenképpen javaslom, hogy próbáljuk ezt a pályázatot megnyerni, idehozni ezt a kiállítást, ezzel is színesítve a kulturális életet, illetve hát megismertetni a fiatalokat azért Petőfivel. Biztos vagyok abban, hogy általános és a középiskolák is örömmel fogják venni ezt a kiállítást. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Pintér Zoltán, képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők! Karcagváros Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a 2022. május 16-i ülésén ezt a napirendi pontot is tárgyalta, és ott egyébként ugye részletesebben tárgyaltuk, kifejtettük ennek a részleteit. Szeretném azért mindenképpen megemlíteni, hogy polgármester úr is említette, hogy főleg a COVID-19 világjárvány előtt komoly hagyománya volt ezeknek a szó szerint utazó kiállításoknak, hiszen ugye ezek időszakosan az országot járva egy-egy kiállítótérben, közterületen kerülnek megrendezésre. Én egyébként gyakorló tanárként nagyon jól emlékszem, mint az önkormányzat előtt például az első világháborús gömbsátorra, ami szintén nagyon interaktív volt és rengeteg diákot, de nem csak diákokat, hanem a város kultúra iránt, történelem iránt nyitott közösségét is bevonzotta. Szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy ennek a Petőfi 200 emlékév keretében helybeérkező busznak gyakorlatilag költségvetési hozadéka szinte nincs, elhanyagolható, hiszen jóformán hálózati áramot kérnek. Cserébe viszont a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a szakavatott munkatársai fogják ugye kalauzolni a kedves érdeklődőket. Én mindenképpen szívből támogatom ennek a javaslatnak az elfogadását, sőt egyébként szívből remélem, hogy a jövőben még több ilyen szó szerint utazó kiállítás teszi tiszteletét Karcagon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 12. napirendi pontunk, javaslata a Beton Steel Bau Kft. Által Karcag városban tervezett beruházással összefüggő egyes döntések meghozására. Tisztelt képviselőtestület, Karcag város önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy a Beton Steel Bau Kft. Mint beruházó egy betonüzem kialakítását célozza meg a városban, és ezt önkormányzatunk annak megvalósulása érdekében a települési rendezési eszközökkel biztosítja. Első lépésként 2021. november 27-én az önkormányzati rendelet módosítása hatályba lépett. A második lépéshez szükséges telek alakítás folyamatban van, amely egy jelentős előre lépés, hiszen az önkormányzati tulajdonú területeket is érintő telek alakítást, telekcsoport újraosztást meg kell előznie, egy az önkormányzatot nem érintő beruházó által megvalósításra kerülő szomszédos telek összevonásnak. Most ez a telek összevonás lezárult, így az önkormányzati tulajdonokat is érintő telekalakítási eljárás folyamatban van a Karcagi Földhivatalnál. A harmadik lépéshez szükséges a képviselőtestületi döntések meghozatala, amelyet az anyag tartalmaz, ugye itt különböző helyrajzi számok és a helyrajzi számokhoz tartozó területek nagyságáról ad tájékoztatást a javaslat, amely összességében 7108 négyzetméter. Ehhez pedig szükséges, hogy a városunkban tervezett betonelem üzem megvalósítása érdekében Karcagváros önkormányzat tulajdonát képező telekalakítás folytán létrejövő ingatlanok jelenlegi művelési ágától eltérő meghatározása legyen,
illetve egyes ingatlan részek forgalomképessé tétele, továbbá összesen 7108 négyzetméter területi ingatlan értékesítése a beruházó részére, melynek együttes vételára a kapott értékbecslések alapján 24.878.000 forint plusz áfa összeg. A döntések hatályba lépésének pedig egy fontos feltétele van, mégpedig a telekalakítást engedélyező hatósági határozatok kialakítása, kiadása és annak véglegessé válása. Tehát ezeket a határozatokat szükséges majd, ha megtárgyaltuk az anyagot, meghozni. Vitára bocsájtom a kiadott írásos anyagot. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, ahogy mondtam, négy határozatot kell hoznunk, hiszen négy helyrajzi számról szól az anyag, illetve a négy helyrajzi számra külön-külön kell határozatot hoznunk. Támogatásra javaslom a karcag 45-49/30, 45-49/43, 45-49/28 helyrajzi számú ingatlanoktól telekalakítás útján létrejövő ingatlanok művelési ágának megváltoztatását. Aki ezzel egyetért, az kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egy hangulat került elfogadásra, és akkor most az eladásról. A karcag belterület 45-49/30 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Beton Steel Bau Kft. Részére történő értékesítésről kell döntenünk. Aki ezt támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik határozat, a karcag belterület 45-49/31 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Beton Steel Bau Kft. Részére történő értékesítésről. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. És a negyedik határozat, a karcag belterület 45-49/43 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Beton Steel Bau Kft. Részére történő értékesítésről. Aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, 13. napirendi pontunk, javaslat a karcag Horváth Ferenc út 3/5 szám alatti 158 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helységek karcagi tankerületi központ részére történő bérbeadásáról. A karcag Horváth Ferenc út 3/5 szám alatti ingatlanból 158 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység 2022. február 28-ával megüresedett. A karcagi tankerületi központ részéről Sági István tankerületi igazgató úr kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint szeretnék ezt a helységet bérelni a raktározás és irattározás céljából. A bérbeadásnak jogi akadálya nincs. Én támogatásra javaslom, de vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 14. napirendi pontunk, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 19 jelentés van előttünk ebben a napirendi pontban. Kérdezem, hogy bárkinek bármelyikkel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e? Ha nincs, akkor egyben javaslom elfogadásra a 19 jelentést. Aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, a 15-től 34-ig terjedő napirendi pont tárgyalásánál zárt ülést rendelek el. Egyben a napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. június 29-én szerdán 15 órai kezdett el ülésezik a képviselőtestület.
Kérdezem, hogy erre az ülésre van-e valakinek napirendi javaslata? Ha nincs, akkor tisztelettel megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, meghívott vendégeinknek, a hivatal munkatársainak a megjelenést, aktivitást. Köszönöm a kedves televíziónézők figyelmét. A mai testületi ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek.